van nekem egy problémám. Bármennyire is próbálok, nem tudok igazán szívből szurkolni azoknak a magyar csapatoknak, amik tele vannak légiósokkal és csak nagyítóval találsz bennük magyar játékosokat mégis velük van tele a sajtó, legyen szó kézilabda vagy labdarúgó csapatról, miközben a magyar kosárlabda élvonalban van egy gárda, aki úgy döntött, hogy a büdzséjét inkább a legjobb magyar játékosokra költi, és belőlük próbál élvonalbeli európai csapatot faragni. Próbálkozásaikat siker koronázta, előbb bajnoki címek formájában, majd jött a tisztes helytállás a bajnokok ligájában, idén pedig a csoportgyőzelem. Ezért látogattunk el Szombathelyre, hogy utána járjunk, hogy van-e egyáltalán falkó titok, és ha igen, akkor mi az. Elsőként Grácer György ügyvezetővel beszélgettünk arról, hogy hogyan is állt össze ez a mostani falkókeret. Nyolc év után sikerült a golomány Györgyt hazacsábítani egy éves szerződést kötött, és ugye a Keller Ákosnak meg még élő szerződése volt, tehát összesen hat magyar válogatott úgy került a csapathoz úgy, hogy utolsó pillanatban érkezett Csomagyi Ádám, ugye ő a Burgos játékosa volt, a Burgos egy évre kölcsön adta nekünk, mert úgy gondolta, hogy Magyarországra adja, azt hogy egy csapathoz adja, a Falkóhoz, hiszen ismerik a Falkónak az előző munkásságát, az a szakmai munkát, ami itt folyik. Ennyi válogatott játékost nem lehet olcsó együtt tartani, gondoltam én, de kérdezzük meg az illetékest. Gondolom ezzel most meglepetést fog okozni a szurkolóknak, mert a szurkolók azt gondolják, hogy a Falkó másfél milliárdos költségvetéssel megy. A Falkó költségvetése ellen 750 millió, amivel információm szerint a magyar férfi mezőnyben, hogy körülbelül ötödik helyet foglaljuk el egyik magyar válogatott játékosunknak 4-5 magyar klubtól volt ajánlata, és a legjobb ajánlatnak a 60%-áért igazolt a Falkóba, azért, mert a Falkó a bajnokok ligájában szerepel. Rengeteg tehetség, rengeteg ego. Vajon meddig lehet együtt tartani ezt a csapatot? Nagyon jó összhang van, nagyon jó a kémia, hogy hat válogatott játszik a csapatba, ez, ez egyáltalán nem okoz problémát. Ugye fő, főleg azt a problémát sem, ugye amióta a fiatal szabály miatt, ugye, hogy az első fél egy fiatal magyarnak pályán, pályán, kell lenni. Hat válogatottunk van, ezek közül egy játékosnak van élő szerződés a Perzolinak. Mi nyilván azt szeretnénk, hogyha mind a hat játékos maradna, ugye a Somogyi Ádám esetében, miután kölcsön szerződés van a Burgosznál, Burgosztól, így, így kérdéses, hogy az ő szerepe az most a Falkóban maradna, még szívesen látnánk őt is a következő szezonra, és, és szeretnénk ezt a magot együtt tartani. Aztán Milos Konakov volt a csapat vezetőedzőjét kérdeztem meg arról, hogy a tavalyi jó szereplés ellenére bármennyire meglepte az idei csoportgyőzelm a Bajnokok Ligájában. In this moment maybe this is a easy or hard but maybe from one side that little, little was surprised because nobody can expect because of the experience and everything of this team and the new coach and everything but if you now compare how we looks and how we play this six game i think we deserve and we make the great result Milos évek óta dolgozik a Falkóval így kívűrrel belűrrel ismeri őket ezért abszolút adta magát a kérdés hogy mik ennek a csapatnak az erősségei We try to improve the, and make the team with the Hungarian players. From one side this is very good, from one side this is maybe a little hard because of the one type of the mentality. A másod edzőből vezető edzővé lépett elő, és mondjuk a tavalyi szezonban azért sokkal közvetlenebb volt a viszonyunk a játékosoknak és neki. Most azért ezzel egy, egy kicsit furcsa volt szerintem neki és nekünk is, hogy ő lett a vezetőedző. edző. Ezáltal azért ő neki egy Egy magasabb respectet if you have like uh, six, six, seven important guys and they more or less speak same language, and if you will not give 110% on every game, on every practice, somebody will be angry on you and everybody will understand that. And this is like one circle where always push together to you be better than yesterday. And for my opinion, this is the, 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 the best part of this team because uh, they don't need extra motivation. Egyszer minden csapat erőforrásai végesnek bizonyultak, így adtam magát a kérdés, hogy utána járjunk, hogy miben tudna még ez a keret fejlődni? I'm very very happy with this roster because of one thing, and this is the basketball IQ. This is the one of the important thing for me and for every coach, because during the timeout, during the game or before one game or second game, you can change half of your playbook or your idea. Az európai topcsapatoknál teljesen mindennapos, hogy akár 8-10 nagyjából azonos képességű játékos osztozik a játékperceken, Magyarországon viszont nem annyira megszokott. A kérdésem arra vonatkozott, hogy mennyire nehéz kordában tartani az egókat, a játékperceket, a dobásokat. very easy uh, when we start to talk about uh, this idea that was like uh, Gaspar and me idea and we uh, think how to do how to make advantage with uh, our biggest opponent here in Hungary what we can do what we can bring if our opinion was if we will change every season 6 7 players that will not go we always start from zero we never know what we have what we don't have what we can expect and like this uh, our idea if we bring the player never mind in this moment we totally uh, turn to the hungarian players we want to bring the player who understand what we want we want to he feel uh, self confidence here and to he understand he will also grow up with us and we want if somebody come in falco don't leave us after one season this is the crucial thing if he come he will enjoy he will improve he will learn more together And one, two, three we will be Hiába a szakvezetés elképzelése és az áldozatos munka, hiába a szakmai háttér, amit a vezetőedző biztosít a kosarakat, a végén a játékosoknak kell bedobnia. Úgyhogy megkérdeztem a Falkó hat válogatott kerettagját, hogy mondják el, mik ennek a csapatnak az igazi erősségei. Ugye a szezon elején abban volt nagyon nagy előnyünk a többi csapattal szemben, hogy a, válogatott játékosok, illetve a barács jobban össze voltunk szokva. Mindenféleképpen a kémiát mondanám, amellett ugye, hogy tényleg a csapat magját magyar játékosok alkotják, amellett nagyon szuperül későnk egymással. Hogyha úgy játszunk, hogy hogy használják ezt a kémiát, és kamatoztatjuk, akkor, akkor meglátszik, hogy jó, jól megy a csapatnak mind védekezésben, mind támadásban. Hogyha pedig az van, hogy ez egy kicsit eltávolodunk ettől, és más dolgokra koncentrálunk, és más így akarunk nyerni, ami igazából nem mi vagyunk, akkor van az, hogy igazából szerintem baj van. Úgy gondolom, hogy a, a csapatjátékunk az a legnagyobb erősségünk. Ismerjük egymás gondolkodását, egymás mozdulatait, hogy ki miből szeret játszani. Jól olvassuk a helyzeteket, szerintem jó a dobás kiválasztásunk nincsenek hülye vállalások. Maradt a játékszisztémánk, tehát edzőváltás történt, viszont a játékszisztéma az, az ugyanaz maradt, mint a tavalyi szezonban. Magyarok a húzó emberek, és ennek közönhetően azért mégiscsak, mint hazai játékosok, úgymond komolyabban vesszük ezt az egészet és mindenáron ugye nyerni akarunk, és nem feltétlenül csak a saját statisztikánkkal foglalkozunk. Az is nagyon érdekelt, hogy mit gondolnak ezek a játékosok arról, hogy mi hiányozna, melyik képességük, tulajdonságuk a csapatból, hogyha valamilyen oknál fogva holnaptól nem léphetnének pályára. A posztomhoz képest a magasságom, az az eléggé kitűnő, főleg a, a magyar bajnokságban, de egyébként a BL-ben is, ami, amivel mi tudunk használni, és szerintem ez, ezt is néz lenne pótolni. Tehát szerintem a mezőnyöknek az, hogy én adok blokkot nekik, <laughs> <laughs> védekezésbe elég jól teszem magam, meg nagyon-nagyon a lelkemre veszem, hogyha kosarat kapunk rólam. Én úgy gondolom, hogy mindenből egy kicsit hozzá tudok tenni, és, pont ezért, ezért egészítem ki jól a csapatot, éppen amire szükség van, abból próbálok egy kicsit többet hozni az adott meccsen. A betörésémet nagyon jól használom, tehát az ellenfél védelmét mélységbe megbontom. Talán a mostani csapatban uh, ilyenből kevesebb játékos van. Tudom, hogy az emberekkel hogyan kell kommunikálni, vagy, vagy érzem az embereknek ezt a, ezt a rezgését, ami lehet, hogy másnak nem olyan természetes, nekem ez olyan természetesnek tűnik, hogy tudom, hogy mikor kell segíteni, mikor kell egy kicsit uh, tolni azt a játékost. Keller Rákos évek óta a legjobb fizikumú magyar játékos, és nagyon régóta szerettem volna megkérdezni, hogy mikor és miért váltott örökbérletet a konditerembe. Hát ez már fiatal koromban kezdődött, amikor uh, ugye én 16 évesen a Dávid Kornél kosársúból fölkerültem az Albához. Súl 18-ban úgymond pályára se kerültem, mert ugye kis vékony gyerek voltam, kosarazni ugye nem nagyon tudtam védekezni, meg ugye tudtak még rajtam kívül páran. Ezért mivel nem játszottam, edzések előtt, edzések után bementem kicsit kondizni. És így két év alatt úgymond fejfejlődtem, nőttem is, ugye mindenki megnőtt már 16 éves koráig, én meg ugye 20 éves koráig még nőttem. És úgymond fejfejlődtem fizikálisan, és ugye úgyhogy erősebb voltam mindenkinél, így tudtam dominálni U18-ba, U20-ba, és ez miatt tudtam ugye felkerülni a felnőtt csapatba is, hogy tudtam futni, ugrani, védekeztem, egész jól megértettem ugye a játékokat, annak ellenére, hogy kosarazni úgymond nem nagyon tudok, de Végül egész jól megélek ebből azóta is. Perl Zoli szerintem a magyar zsinobili nem csak azért, mert egy ösztönös zseni, aki a pillanat tört rész alatt képes megtalálni a tökéletes megoldást minden szituációban, hanem azért is, mert pályafutása utolsó éveiben folyamatosan a kispadról száll be. A kezdetekben azért nehezebben éltem meg, hiszen nem tudtam az okát, hogy, hogy miért. Úgy éreztem, hogy akkor is jól megy a játék de mégis csak cseréből számítottak rám. Előtte szinte mindig a, a kezdőcsapatban voltam itt a Falkóban. Ugye ezt még Gásper Okorna, az előző vezetőedzőnk találta ki, és amikor látta rajtam, hogy hogy kicsit zavart itt az elején, akkor félrehívott egy beszélgetésre, és elmagyarázta, hogy bennem megvan az a, az a plusz támadásban, ami, ami meg tudja változtatni egy mérkőzésnek a menetét. Tehát, hogyha jól kezd a csapat, és úgy szállok be, akkor minden jó. De hogyha ne talán te rosszul kezdünk, akkor bennem megvan az a képesség, hogy meg tudom változtatni a, a ritmust, és akkor talán sikerül feljönni az ellenfélre. Úgyhogy ez az oka igazából. Annak, hogy egy csapatban ennyi válogatott tehetség találkozik, látjuk, hogy mi az előnye, az eredmények magukért beszélnek de vajon van-e hátulütője? Több előnye van, mint hátrány, azt azért leszögezhetjük, nyilván az eddigi eredményünk is ezt uh, tükrözik. Mivel ilyen régóta ismerik egymást, és a kapcsolatunk, főleg így a, a, az én korosztályommal, a az Ozó, a Szilijén, nehéz megtalálni azt, hogy hol van a barátság, meg hol van az, hogy ez azért csak egy munka, és itt uh, győzni akarunk, és a végség az, hogy győzünk és ezért ez uh, egymásra való számíthatóság, és az, hogy uh, hogyha valaki hibázik, akkor az, az, az mindenkit érint, és uh, számunkra Kell kérni a másikat, hogy ha hibázol, akkor hibáztál. Ennek nehéz megtalálni szerintem a balansját, de, de szerintem ezt nagyjából jól tudjuk kezelni. Szerencsére nem egy olyan társaság vagyunk, ahol most alfa hímeket kell keresni, és akkor álljatok be a sorba mögém, hanem mindenki megtalálja a szerepét, és próbál egy irányba Menni az egész társaság. Az elsődleges cél az, hogy nyerjünk. És hogyha nyerünk, akkor utána mindenki más majd foglalkozik a saját kis dolgaival. Biztos, hogy mindenki játékos más magyar csapatban ott lenne az egy-kettő húzó ember között, akiknek sokkal több percük van, sokkal több labdájuk van. Sokkal nagyobb szerepük van támadásban. Egyfajta versenyszeremet és egy kompetitív környezetet alakít közöttünk, de szerintem ez csak jó olyan szempontból, hogy arra használjuk fel, hogy egymást nyomjuk minden egyes edzésen, illetve meccseken is. Nyilván ez egy nagyon nehéz dolog lehet az edzőnek, hiszen ő is próbál ezen az úton minket segíteni, de de szerintem az edzőnk is, illetve a vezetőink is, illetve a szakmai stáb ezt nagyon jól kezeli, és tudja, hogy, hogy melyik játékoshoz hogyan és miként kell nyúlni. Miközben a labdarúgó BL vagy a labda BL állandó visszatérő vendége a sportcsatornáknak, a Falkó BL meccsei nem kerülnek képernyőre, és hogy általában a magyar sajtó eléggé hallgat a szombathelyiek sikereiről. Azt tudni kell, hogy a Bajnokok Ligájában szereplő csapat nem ő adja el a közvetítési jogokat, hanem a VN nek volt jogosítvány eladni. Mert ezzel a lehetőséggel az M4 sport nem élt, az összes bajnokok légája mérkőzésünket a mindigó internetes csatorna adja. Csalódás számunkra, hogy ennyi szép eredmény után, amit az elmúlt három évben elértünk, nem tudtunk eljutni oda, hogy az m a képernyőjére kerüljenek a bajnokok légás meccseink. Én nem is értem egyébként, hogy hogy nem adhatja magyar tévé a BL meccseket. Nem tudom, hogy ez ennek mi lehet az oka. Én azt gondolom, hogy talán a kézilabdához mérten azért aránytalanul kevés figyelmet kap a férfi kosárlabda, pedig szerintem a, a magyar bajnokság is évről évre fejlődik, és, és úgy gondolom, hogy Európában is egyre jobb hírünk van. Itt az emberek sokszor azt hiszik, hogy mi bejövünk ide az arénába, több pontot dobunk, mint az ellenfél. Hazamegyünk, nyerünk, mindenki boldog. Ennek ellenére, ugye ez nagyon komoly melló. Tehát én úgy gondolom, ez a harmadik évem itt, és az első év óta is rengeteg fejlődött a klub. Nem csak a, a, a mutatott játékban, hanem a, a, a klub körül dolgozó emberek is. Mindenki beleteszi a munkát, és egy nagyon jó dolog jött itt most létre, és ennek ellenére szerintem nagyon kevés, ahogy említetted, figyelmet kap a csapat. Mint játékos, nagyon bosszant. Tehát én úgyhogy. Sokszor, hogyha pedig kikapunk, akkor pedig egyből ez a megint kikapott a falkó. Magánemberként leszarom ezeket a médiumokat, mert egyiket se olvasom. Pontosan tudom, van olyan újságíró, aki azt mondja, hogy megír 5-6 ezer karaktert mondjuk, és lesz belőle egy 200 karakteres cikk. Az nem nagy tudósítás például egy újságban, hogy nyert a falkó, és akkor ott van három mondat arról, hogy vezettek, jók voltak, vagy éppen kikaptak, rosszul dobtak, és akkor oda vannak írva a pontdobok. Kösz. Aztán valamelyik NBA 1-es foci meccset meg elemeznek négy oldalon keresztül. Ez nem történt semmi. Szerintem az, hogy a kosárlabda felkapott legyen, és, uh, a, és, jobban tudjon kamatozni belőle mind a, a fiatalság, a fiatal tehetségek, és hogy ők is úgy tudjanak föl ránk nézni, hogy hogy én is ilyen akarok majd egy szép napon lenni, ahhoz hát látniuk kell a tévén, és látniuk kell, hogy hogy megéri, hogy, hogy ezek a dolgok is történetnek velem, hogyha oda teszem magam. Jobban örülnénk, hogyha, hogyha több pozitív dolog jelenne meg rólunk a, a sajtóban is, de én bízom abban, hogy ez is ugyanúgy, ahogy mi felépítettük ezt évről évre itt ezt a Bajnokok Ligája szereplést, és, és, és szépen haladunk, ugyanígy ez a média is be fog épülni. Hát akkor Dióhéjban, ez lenne a falkó titka. Ahogy elmondta Grácer György is, jövőre a legtöbb magyar játékosnak lejár a szerződése, és eh, nehéz lesz őket egyben tartani, ez már a saját véleményem, úgyhogy aki kíváncsi erre a kis vasi csodára, amit összehoztak, az még a következő hetekben, hónapokban nézze meg a falkó játékát, mert nem tudom, hogy meddig tart a varázs. Én köszönöm szépen a figyelmet, ha tetszett a videó, nyomjatok rá egy lájkot, ha még nem tettétek meg, iratkozzatok fel, és támogassátok a csatornát a Patreonon, hogy minél több hasonló tartalom készülhessen. Én baska voltam, sziasztok!